Nagyon köszönjük a Corvina Eterna vívócsoport látványos előadását, és most pedig következik a pillanat, amelyre mindannyian vártunk. A színpadra szólítom Miklósi Janka polgármester hölgyet, aki kihirdeti, melyik az a két helyi fiatal, akik egy éven átviselhetik Mátyás király és Beatrix királynő koronáját. Eljött az idő, hogy köszöntsük az új királyt és királynét. Ezt a remek szöveget megírták nekem, mert az állítólag nem tudok beszélni. Vagy legalábbis nem azt, amit kéne. Szóval úgy, hogy ahelyett, hogy kihirdetném, hogy ki fogja viselni, akkor elárulnék egy pár olyan dolgot, ami talán sokkal jobban érdekel titeket. Nincs már sok hátra. De én is megérdem meg. Szerintem sokan vártatok erre, igaz? De ahogy a jóságű Andris atyaj mondta, ne ítéljetek testvéreim, mert ti se vagytok jobban. Eladtátok a hegyeteket. Miért? Semmiért. Gombokért. És mit kérzetek magatoknak? Semmit. Magatoknak nem. Jótét lelkek. Csak hogy a másiknak ártsak. Mert nektek az a fontos, hogy nektek nem az a fontos, hogy nektek jó legyen. Hanem hogy a másiknak rossz. Még van nem értek senkinek. Fúj, mi? Ha? Igen? Beslépkedtetek, mert csúnyát mondtam. Mire vagytok annyira oda, mi? Hiába. Van itt langalló, meg sító dalás, mi? De attól ez még egy lepra telep. Az lepra telep. Stülvetek az. Nekem integez, Zsuzsikám, nekem? Hát gyere fel, ha mondani akarsz valami. Gyere fel! Mondani akarsz valami? Németekről, arabokról? Akik itt forgatják meg a pénzüket? Milyen pénz az, Zsuzsikám? Kinek a pénze? Honnan van? Miből? S miért kell úgy tisztára mosni vajon? Mi a faszom ez az egész? Riadi jackpot, bazd meg! Nagyon fontos lehet neked, Zsuzsán. Nagyon fontos, ha még ezt a gyereket is rám kényszerítetted. A fiam náci volt. Te is az vagy. De azért az arabok pénzét simán zsebre vágnád, ugye, Zsuzsikám? Megtartottad velem ezt a gyereket? Kiprédikáltad, megzsaroltál itt mindenki előtt, a misén! Pedig, hogy elvetettem volna, a pokolba kívánom ezt a gyereket, az apjával egy... Teljesen elbebeted vagy. Van fogalmad róla, hogy mit műveltél most? Életemben először igazat mondtam. Próbálj ki te is, Zsuzsám. Nagyon felszabadító. Tiszta száraz érzés. Kedvény.
hülye kurva, te! Thank you.